Egy picit még a törökországi életedről, vagy a diplomáciai munkádról még mondjál valamit. Ez egy érdekes dolog volt, mert annak idején én, amikor hetedikbe jártam, tehát mentem nyolcadikba, akkor még voltak a kísérettségi, akkor volt egy magyar tanárom, aki mindenképp rá akarta beszélni a szüleimet, hogy menjek el Selmecbányára. Akkor volt ez előkészítő, azok, akik mentek Moszkvába tanulni, és azt mondta, hogy belőlem diplomatának kéne lenni, bum-bum-bum, kész. Na de hát szüleim azt mondták, hogy Oroszország szóba se jöhet. Úgyhogy nem, és én se akartam, meg kell, hogy mondjam, orvos szerettem volna lenni, úgyhogy végül az is lettem. De fölmerült a kérdés akkor, amikor az MKT kormányra került, és csináltak egy elemzést a külügybe, akkor kiderült, hogy egy az 56 országban, ahol a misszió vezetője magyar, a többi az, mint szlovák. És hát akkor az MKP bizonyos mértékig nyomást gyakorolt a kormányra, hogy kéne magyar nagyköveteket, és akkor szólítottak meg engem. És akkor, amikor megszólítottak, akkor én azt mondtam, hogy én hajlandó vagyok, de csak ha Japánba. Ismerem Japánt, az emberek szokásait ismerem, konnexióim vannak, tehát, hogy is mondjam, az ember elmenjen valahova, ahol úgy érzi, hogy csak ott egy hivatalnok és nem tud semmit csinálni, annak nagyon nagy értelme nincsen. Úgyhogy úgy is volt, hogy megyek Japánba. Csak Schuster elvtárs úgy döntött, hogy addig, amíg az Edit államtitkár, addig nem hajlandó aláírni a kinevezésemet. És utána jöttek a választások, és azt mondta, hogy nem hajlandó aláírni addig, amíg a kormány meg nem alakul. Ő akkor fantasztikusan keményen nyomta azt, hogy az Edit legyen a szociálügyi miniszter. Csak egyet tudatosítani kell, hogy egy magyarnak vállalni Szlovákiába szociálügyi minisztert, akkor az olyan szempontból öngyilkosság, hogy világos, hogy a szociális problémák, akkor is már világos volt, hogy egyre nehezebbek lesznek. Tehát azt, hogy a magyarsággal kössék össze, ilyet nem szabad vállalni. Az még államtitkár volt, ez egy más sztori volt, ott lehetett segíteni, ahol lehetett segíteni, de miniszterként nem. Úgyhogy azt mondta ő, hogy nem, de végül is Schuster azt mondta, hogy addig, amíg ki nem nevezik a kormányt, nem írja alá. És a közben volt az, hogy Dániába kellett volna menni, és akkor én azt mondtam, hogy Dániába nem akarok. Nem, én tehát most feladom a tudományos munkámat azért, hogy elmenjek Dániába, de engem Dániához semmi se köt, csak azért, hogy nagykövet legyek, nem? Pedig ez egy gazdag és boldog ország. Igen, nagyon könnyű életem lett volna ott, az biztos. És utána jött a kukan azzal, hogy Törökországba kéne menni, és nekünk volt egy közös projektunk az Ankarai Egyetemmel. Tehát azt én, mint igazgató, még velük megegyeztem, és akkor azt mondtam, hogy hát végül is ezekkel lehet együttműködni. Tehát elvileg nem kell a tudomány sútba dobni, hogyha az ember oda megy, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok egyetemet végigjártam Törökországba, és mondjuk érdekes volt ilyen szempontból is. És a másik dolog az volt, azon csak nevettem, mert mondtam, hogy Törökországban is van legalább többször évente földrengés, úgyhogy a Japán viszonyokat visszaadja. Két nappal azelőtt, hogy elmentem Kelet-Törökországba, akkor a földrengés volt, hogy földdel tett egyenlővé egy iskolát. Na mindegy, hát szóval végül jött Törökország, akkor azt mondtam, hogy jó. És hát azt, hogy ez milyen kihívás, azt az ember nagyon nehezen tudta. Én megpróbáltam fölkészülni Törökországból, a történelméből, a gazdaságából, a kultúrájából, a politikájából. Azt állította annak idején egyik képviselőnk, mert akkor volt egy ilyen parlamenti meghallgatás, hogy még ennyire fölkészült nagykövettel nem találkoztak. Amiért mondjuk büszke voltam magamra, hogy végül is sok mindent az ember végigolvasott. Biztos, hogy teljesen másként áll hozzá ilyenhez egy természettudós, mint a politikus. Ugyanis a diplomatákat arra nevelik, hogy nagyon óvatosan kell fogalmazni, nem igazán szabad egyértelmű véleménynek lenni, mert azt holnap számon lehet kérni. Tehát olyan véleményt kell mondani, amire holnap azt lehet mondani, hogy én éppen az ellenkezőjét mondtam, tehát önök értették félre.
ami hát mondjuk a kezdetén nekem borzasztó nehéz volt, meg kellett tanulni, de szerencsém volt, mert végül az Európa Uniós nagyköveteknek rendszeresen volt havonta egy közös találkozása, és Törökország bizonyos mértékig közel-keleti nagyhatalom. És annak következtében a Törökországnak a jelentősége olyan nagy, hogy oda elvileg szinte minden országból, tehát ezekből a nagyhatalmakból komoly embereket küldtek, tehát komoly nagyköveteket, tehát nem azok a futottak még listájáról valakit kiválasztottak. Tehát volt mit tőlük tanulni. És fantasztikusan érdekes volt az, amikor például leültem a francia nagykövettel, és ugyanis ezt tudni kell azt, hogyha az ember egy új nagykövet, akkor elvileg kötelessége udvariassági látogatásokat tenni a többi nagykövetnek, tehát hogy megismerik ők egymást. Palesztin nagykövet volt a Doaény a nagyköveteknek, az egy nagyon aranyos bácsi volt. És aránylag nagyon jóban voltam az izraeli nagykövettel is, meg a palesztinnal is, és sikerült köztük aránylag egészen baráti viszont kialakítani, annak ellenére, hogy az érdekeik teljesen mások voltak. Na és mondom, ez a franciához elmentem, és akkor ez a francia azt mondta nekem, hogy ha nyitva lesz a szeme, akkor Törökországban három világgal fog találkozni. Az egyik Nyugat-Törökország, ami a török riviéra, semmibe se különbözik, a franciától, az olasztól, teljesen mindegy. A nagyvárosai, azok valahol úgy, kivéve Isztambult, Ankarát, de ez a nagyobb városai már bent, Közép-Törökországban, azok valahol úgy az 50-es évek táján vannak az európai színvonalból. És Kelet-Törökország valahol a 19. század, 20. század a határán. És hát az alatt az idő alatt a Törökországban voltam, komolyan végigutaztam Törökországot, keresztül kasul, hivatalosan is és nem hivatalosan is, és meg kell, hogy mondjam, hogy komolyan Törökország egy szinte másfél évszázad mindenféle jelét megtalálja az ember, keleten a papírral betakart ablakokat és olyan házikókat, ahol az ember azt hiszi, hogy itt csak állatokat tartanak. Közép-Törökországban a pusztaság inkább, a borzasztó hatalmas vulkanikus területek, amiket megpróbálnak megdolgozni, de az emberek szegények, ott inkább csak a városokban összpontosul az, ami már bizonyos mértékig gazdagság, és Nyugat-Törökország az komolyan Európa, akár milyen részével Európával fölveszi a versenyt. Most pár dolog van, ami mondjuk engem Törökországgal kapcsolatban érdekelt. Az egyik dolog az volt, hogy Szlovákiának Törökországgal a gazdasági cserekereskedelme borzasztó alacsony volt. Az alatt a 4,5 év alatt, hogy ott voltam, megtízszereztük. Tehát megpróbáltam megmozgatni a gazdasági kirendelteket, és járni velük, és próbálni meggyőzni a török vállalkozókat, a török gazdasági szakembereket, hogy ők is vállalkozzanak meg a mieinket. De meg kell, hogy mondjam, hogy néha olyan dolgokban ütközött az ember, hogy például Törökországban a barum gumiknak fantasztikus, nagy, nagyon jó neve volt. Ötször annyit el tudtunk volna adni, mint amennyit eladtunk, és a cég itt Pozsonyban azt mondták, a minimum ez a olyan. Kész, befejeződött. Tehát mondjuk ilyenekkel is találkozott az ember. De elvileg sikerült mondjuk ilyen szempontból elérni azt, hogy gazdaságilag a két ország közötti gazdasági viszony az fölgyorsult, annak a végül is az én próbálkozásomnak az eredménye az, hogy ma már nem kell vízum Törökországba, hogyha nyáron megyünk Törökországba. Megszüntették, az is egy hosszú harc volt, és próbálta meggyőzni a mi belügyminiszterünket, hogy két lépést kell csinálni. Az a két lépés eltartott 7 évig, míg megcsináltuk azért, hogy a törökök hajlandók voltak megszüntetni a vízumkényszert velünk. Borzasztó fontos, hogyha az ember egy országban van, hogy az ottani politikai milliót megismerje és megpróbálja megérteni. Én amikor Törökországba kerültem, akkor Törökország olyan borzasztó, mély gazdasági válságban volt, mint ma Görögországban. És mikor eljöttem 5 év múlva, Törökország évi gazdasági növekedése 9% volt.
Tény az, hogy abban borzasztóan besegítettek az arab országok, egy sereg muzulmán bank besegített Törökországnak, de ügyesen forgatták meg a pénzt. Nagyon nehezen változtattak a törökök olyan dolgokon, mint a katonaság pozíciója. A török hadsereg az amerikai hadsereg után a második legnagyobb hadsereg a NATO-nak. Legjobban fölfegyverzett, és a legnagyobb is. Olyan privilégium, ami vannak a katonáknak, hogy külön negyedek vannak, ahol laknak, és a gyerekeiket külön autóbuszok hordják iskolába. Akkor, amikor én oda mentem, akkor még a katonák elvileg a költségvetésüket sem voltak kötelesek benyújtani a parlamentnek. Tehát annyit költöttek, amit jónak láttak. Ezért van a konfliktus, hogy ma hogyha úgy hallgatják, hogy mindenféle probléma van Törökországban, becsuknak katonákat, meg stb. Ez eleve abból adódik, a katonák nagyon nehezen viselik el azt. A konfliktus a kurdokkal az nagymértékben a katonák művileg gyártják, tehát előidéznek konfliktust, mert szükségük van arra, hogy az ország politikájában egyértelmű legyen, hogy ott keleten rendet kell csinálni. De hogyha úgy elképzelik, például jártam keleten teljesen az Orrarátnál, és jöttünk vissza, és általában akkor, hogyha mi mentünk ilyen területekre, akkor kaptunk rendőri kísérletet, tehát ment rendőrautó előttünkre, rendőrautó utánunk, és X helyen láttuk azt, hogy a szerencsétlen ott dolgozó parasztot autójával leállítják, kidobáltatnak vele mindent az útra, és aztán engedik el, mert nézik, hogy van-e fegyvere, vagy nincs fegyvere. Vagy például olyan, hogy amikor a madárinfluenza, mint probléma fölmerült, akkor Kelet-Törökországban ez tipikus volt, hogy a gyerekek például csirkefejekkel fociztak. És mi próbáltuk rábeszélni azt a részét a török kormánynak, akik a EU-s csatlakozással foglalkoztak, hogy nem igaz, hát kurdul kell az embereknek, nem értik. Meg kell az embereknek magyarázni, nem. Tény az, hogy az alatt az idő alatt, hogy ott voltam végül, nyíltak kurd iskolák, ma már van kurd tévéadás is, de voltak olyan iskolák, amit megnyitottak, aztán azért bezárták, mert nem volt állítólag 192 centi magas az ajtó, fél fa, és annyinak kellett volna lenni, csak 190 volt. Tehát mondjuk egy sereg ilyen volt az emberi jogokkal, Törökországban még hosszú ideig nagy probléma lesz, mert annak idején ugyan Atatürköt ők szentnek tartják, és gondolom, hogy a Kossuthnak sikerült volna az akkori Magyarországot megtartani, akkor mi is szentnek tartanánk. Atatürk volt az, aki Törökországot végül is megtartotta olyannak, amilyen, mert hát hisz a háború után úgy nézett ki, hogy Törökországban körülbelül a jelenlegi Törökországnak egy harmada marad meg. Tehát ilyen szempontból nem is csoda, hogy őt istenítik, mindenütt Atatürk képe van. Számomra a legnagyobb sok ilyen szempontból az volt, hogy az Isztambuli Egyetem 550. évfordulójának ünnepségein voltam, ahol a köztársasági elnök elmondta, hogy Atatürknek köszönhető, hogy ez az egyetem van. Hát most, hogyha az ember végig gondolta, akkor Atatürk 500 évvel előtte még nem volt sehol. Még csak valakinek a gondolatába sem. Tehát mondjuk, de ők szentesítik őt, ennek logikája van, csak ráhivatkozva borzasztó sok szemétséget csinálnak. Mondjuk egy például ilyen, hogyha már szakmai szempontból általában a kollégáim, hogyha arról volt szó, hogy tudomány és egyetem, akkor mindig elhúzottak a háttérbe, és akkor én vitatkozzam a törökökkel. Például a legnagyobb török közgazdasági egyetem, amelyeknek 30 ezer diákja van, tehát ha az ember tudatosítja, akkor nem egy kis egyetemről van szó, egy nagyon intelligens rektora volt, és ezzel ebédeltünk, és akkor sok mindenről szó volt, és akkor mondtam neki, hogy rektor, én egy dolgot szeretnék, hogy el tudná nekem magyarázni azt, hogy mi az oka annak, hogy az a diák, aki vallási középiskolába jár, ha egyetemre megy, a fölvételin szerzett pontjait megfelezik. Hol vagyunk a demokráciában? És akkor azt mondta, hogy hát elképzelhetetlen, hogy ezek a vallásos emberek bekerüljenek az állami igazgatásba. Tehát mi nem engedhetjük őket oda. A JHP, ez a úgymond szocialista párt, aki hát az Atatürk féle párt,
Ez körülbelül úgy működött Törökországban hosszú évtizedeken keresztül, mint nálunk a kommunista párt. Tehát csak a körülötte lévő emberek, és ők meghatározták, hogy ki mit engedhet meg magának, mit csinálhat. Úgyhogy bizonyos mértékig az, hogy az Erdoğannak minden negatívuma mellett akkora támogatása van, mint amilyen támogatása jelenleg van, az csak annak köszönhető, hogy az emberekben ilyen szempontból borzasztó nagy volt az elégedetlenség. Most a szomorú az, hogy az Erdoğan viszont kihasználja azokat a törvényeket, amit ezek hoztak ő ellenük. Tehát ez egy tragikomikus helyzet, mert végül is azzal csap vissza, azokkal a törvényekkel csap rájuk vissza, amiket ők hoztak. Egy biztos, hogy Törökország kimászott a gazdasági válságból. Egy biztos, hogyha Európa rövidesen nem fog dönteni pozitívan Törökországgal kapcsolatban, akkor Törökország nem fog akarni Európa Uniós tagállam lenni. És egy biztos, hogy a törökök helyett vietnámiakat, meg arabokat fogunk hozni ide, hogy legyen, aki megfizeti a mi gyerekeink nyugdíját. Én ültem a Világbank egyik vezetőjével egyszer egy vacsorán, és erről beszéltünk, és akkor ő azt mondta, hogy ha Európa Unió nem dönt, akkor itt nem lesz más megoldás. Valahonnan fog kelleni, annak következtében, hogy nálunk a generációs probléma borzasztó nagy, tehát egész Európában generációs probléma borzasztó nagy probléma, hogyha nem lesz valahonnan, és ő is úgy látta, hogy a török munkaerő még mindig összehasonlíthatatlan a vietnámival, az arabbal összehasonlíthatatlan, előnyösebb, mert azért a gondolkodás mondjuk más. A másik oldalon viszont tudni kell azt, hogy a muzulmán vallás az egy kemény vallás. Most az, hogy megvannak a maguk szokásai, megvannak a maguk alapvető kritériumai, meghívtam egyszer a parlament szlovák baráti társaságának bizottságából az embereket egy látogatásra, követségre, és voltak köztük képviselők, akik baloldaliak voltak, jobboldaliak voltak, és az a Ramadán ideje alatt volt. És akkor, amikor én meghívtam őket, akkor én nem tudatosítottam, hogy 3 hónap múlva ez lesz, vagy az lesz, úgyhogy el is jöttek, de egy pohár vizet nem voltak hajlandók meginni, még a szocialista képviselők se. Tehát az egyik oldalon ugye mi vallásellenesek vagyunk, a másik oldalon az ilyen kritériumokat keményen betartották. Az ilyen időben, akkor, amikor napnyugta volt, akkor életveszélyes volt kimenni autóval az utcára, mert akkor mind az őrültek mentek haza enni. Akkor tömve voltak az éttermek, és az emberek ettek. Egyszer mentem vásárolni ilyen fonott széket, és a bácsi csak dumált, és nem értettem, hogy mi baja van, már elviszik, hagyja békén. Másfél órát dumált, miután másfél óra után napnyugta volt, fogta, elővette nagy darab kenyeret, és a kezembe nyomta. Én is ehetek. Vagy például előfordult az, hogy van Közép-Törökországban egy hely, ami bizonyos mértékig ilyen svájci környezetet idéz föl az embernek, és egyszer egy ilyen ünnep körül, ahol 3 nap szabad volt, elmentünk, és Edit ott volt, elmentünk oda. Szálloda teljesen üres volt, nem értettük, és az a városba sétáltunk, és akkor mentünk megevédelni. És bementünk egy nyitott étterembe, és akkor úgy néztek ránk mind a hülyékre, hogy most mi mit akarunk. Na aztán hát gondolták, hogy hülye külföldiek, úgyhogy elvittek hátra, eldugtak, és abból, ami már estére készült, nekünk adtak valamit, hogy még véletlenül is a törököt ne lássák, hogy itt valaki... Igen, nehogy véletlenül lássa valaki, hogy ennyi adnak. Hogy például annak ellenére, hogy például az egyetemi professzoroknak legalább 70%-a nő, ennek ellenére a női analfabetizmus borzasztó nagy, még ma is. És Törökországra jellemző az, hogy mondjuk például ezeknél a teázóknál ott kinnülnek a férfiak és beszélgetnek, a nő még véletlenül se látott. Vannak olyan úgynevezett kávéházak, ahova a nők is mehetnek reggelizni, de vannak, ahova a nő nem léphet be.
és egyszer Pamukkaléba jártunk, és megálltunk egy ilyen helyen, valamit akartunk enni, és ott is az volt, hogy fogott, bevitt az udvarra bennünket, a házak mögé kettőnket leültettek, és ott adtak nekünk enni, de az, hogy egy nő és férfi oda leüljön egyszerre, az szinte hihetetlen volt. Tehát ilyen szempontból érdekes volt. Nagyon sok vitánk volt a törökökkel annak következtében, hogy azok a követelmények, amit az Európa Unió megpróbált a törökökkel szembe követelményként felhozni, azokat ők nagyon nehezen volt, nagyon sok volt, amit nem voltak hajlandók megérteni. Nagyon sok volt, amit végül aztán sikerült a fejükbe vésni. Még például egy ilyen aranyos sztori, hogy a török ABC-ben nincsen W, Y, és a kurd nevekben van, akkor azt magyarázta nekem a miniszter, hogy azért nem lehet a kurdoknak a szemeibe W-t vagy Y-t írni, mert a török ABC-ben nincs. És erre mondtam neki, hogy a számítógépek világában ezt nem esélye nekem. A szlovák nyelvben sincs ő, meg ő, de azért vannak tündék, meg enikők. Számomra a legnagyobb meglepetés volt ilyen szempontból, hogy cseh nagykövet, aki mondjuk azért ilyen szempontból óvatos volt a nyilatkozataiban, mellé állt, és mondta azt, hogy Csehországban is nyugodtan használják a német szavakba azokat a belőket, amit a cseh nyelv tipikusan nem használ. Tehát megpróbáltunk egy sereg dolgot. Voltak olyanok, hogy például eldöntötte a kormány, hogy ilyen-olyan változásokat csinálnak, és akkor aztán összehívta a nagyköveteket, és akkor kezdték mesélni, hogy már ezt csinálták, azt csinálták, és amikor általában én voltam a rossz fiú, és akkor rákérdeztem, hogy most akkor konkrétan menjünk. Abban a pillanatban, amikor konkrétan, az pontosan ugyanúgy volt, ahogy a Kovácsnál, hogy azt mondták, hogy hát erről majd legközelebb. Úgyhogy mondjuk egy sereg ilyen tapasztalatom is volt. Vagy például olyan, hogy Diyarbakir az a legnagyobb kurd város. Most, hogyha úgy elképzelik, akkor, amikor a kurdokat kezdték kihajtani a falvaikból azért, mert ott voltak ugye az ellenállók, akkor ennek a városnak volt 1 millió lakosa, most van 4. Körülbelül 50 ezer utcagyerek van. A város polgármesterét azt állandóan azzal fenyegetik, hogy lecsukják. Például az egyik utolsó, amikor ott voltunk nála, akkor panaszkodta, hogy most azért fenyegetik őt, hogy lecsukják, mert karácsonyi üdvözlőlapon törökül, kurdul és angolul írta a üdvözletet. Az angol nem baj, de a kurd az baj. Törökországban azt állítják a hivatalos statisztikák, hogy nincsen kisebbség, a csak vallási kisebbségek vannak, azok kb. 0,3%-át alkotják a lakosságnak, de Törökországban él 16 millió kurd. Tehát az ember végig gondolja, akkor elvileg a lakosságnak körülbelül 20-25% a kurd, és ha végig gondolja, hogy ott a környező országokban össze-vissza 35 millió kurd él, akkor elvileg az ENSZ mit csinál? Amikor azt mondjuk, hogy a nemzeteknek megvan önrendelkezési joga, a kurdoknak miért nincs meg? Tehát mondjuk sok ilyen érdekeset is tapasztalt az ember. A török diplomaták nagyon fölkészültek, például az is egy érdekes dolog. Nagyon fölkészültek, és nagyon jól tudnak érvelni, és nagyon ügyesnek kell lenni az embernek, hogy rákényszeríti őt, hogy kibújjon abból a sallangból, amit aztán mindenkinek elmondanak. De különben jól éreztem magam. Számomra talán a legnagyobb élmény az volt, hogy én sose gondoltam volna, hogy a kereszténység emlékeinek nagy része Törökországban van. De Antiókiától kezdve, Efezuson keresztül, én nem tudom, Pamukkaléig és Afrodiziaszig és egy sereg, Mariamanáig, az mind Törökországban van. Ugyanis annak idején, amikor elkezdtek a keresztények, főleg a görög keresztények, amikor elkezdtek a szárazföld felé közeledni, akkor az egyedüli közlekedési eszköz a hajó volt, és az közel van. Tehát Izraeltől nincs messze, és hát mondjuk ilyen szempontból érdekes. Lehetőségem volt például találkozni és kezet fogni a pápával. Tehát mondjuk egy sereg ilyen is volt. Győzős, bocsáss meg, de itt most be fog kelleni fejeztünk. Igen, nagyon érdekes, el fogunk hívni még téged, jó? Én azt hiszem, hogy tapsoljuk meg.